Szia! Ezt a videót már régóta tervezem elkészíteni, mert szoktátok tőlem kérdezni, hogy mi a legrégebbi részvényem, ami ma is még megvan, vagy hogy min kerestem a legtöbbet, melyik részvénnyel. Úgyhogy gondoltam, bemutatom a saját példámon keresztül, hogy mi is az igazán hosszú távú befektetés, vajon szerencsés voltam az Apple vásárlással, vagy sem, és hogy mind megy át egy befektető egy igazán hosszú távú részvénytartás alatt. Nézzük meg ezt a szép Apple grafikont. Egyébként ez a Seeking Alpha-nak ugye az ingyenes felülete. Itt látod, hogy 1981-ben vezették be, semmi nem történt 25 éven keresztül, legalábbis látszólag, majd mindjárt megnézzük. Majd kijöttek a Super iPhone-nal, és onnan letarolták az egész világot, és to the moon, azaz irány a csillagos ég magyarul. De nézzük meg sokkal részletesebben ezt az én példámon keresztül. Ehhez pedig belépünk a régi e-brokeres cibes fiókomba, azt mondja, hogy a jelszót úgyis újra generálja, úgyhogy belépünk Profit and Loss, egyébként nem tudom, hogy miért váltott át angolra, ez nem én voltam, és Apple Computer, és akkor itt valahol, hol is, itt időrendi sorrendbe teszem. Szóval, hogy itt látszik, hogy 2008 májusában, május 27-én, illetve 2008. június 6-án vettem 32, illetve 12 darab Apple részvényt, hát akkor se volt olcsó, 100 euró, és ez a részvény, ugye ezek a mai napig megvannak, ezt 2014. 6-ó 17-én elhetedelték, ugye az Apple az ilyen különleges minden szinten, általában felezni, harmadolni, negyedelni szokták a részvényeket, tehát itt látszik, hogy a 12 darab részvényből lett 84, részvényem, és a 32 részvényből pedig 224. Ez a hetedelés, vagy akár mondjuk egy felezés, az azt jelenti, hogy az általad tulajdonolt részvényszámok darabja annyiszorosára változik, tehát itt a 7-szeresére változott, de természetesen az ár folyama, meg akkor elhetedelődik, tehát valójában ebben neked nyilván semmilyen hasznod nincsen. Ezt néha meglépik a cégek egyszerűen azért, mert hogyha nagyon elszaladt, tehát több száz vagy akár ezer dollárra fölmegy valamelyik részvénynek az árfolyama, akkor nem tudnak belőle vásárolni a kis befektetők. Ennyi. Ezért tették meg. Szóval az a lényeg, hogy 2008. május-júniusában vásárolgattam, és akkor térünk ide-vissza, ugye a szép, vízszintes, 25 évig nem történt semmi grafikont megnézzük egy kicsit közelebbről. El is tekertem ide 1981-ig, amikor 12-3 centen került a tőzsdére az Apple részvény, másfél év alatt lefelezett, aztán ötszörözött, föl, le, harmad, itt egy nem tudom, 10-szeres szorzó, 6 centről, 50 centre. Szóval óriási mozgások voltak benne akkor is, mondjuk egy olyan egészen 97-ig, 98-ig, amikor újra 13 cent lett az árfolyam, tehát mondjuk úgy, hogy a 16 év alatt túl sok minden nem történt fel, azon kívül, hogy föl, le, föl, le. Majd jött egy jó kis dotcom lufi, vagy hype, vagy mánia, vagy bármi ilyesmi, amikor a 12 centről föl is szaladt 1 dollár 20-ig az árfolyam, úgyhogy egy jó 10-szeres lehetett vele elérni. Hát persze ki is pukkant a lufi, és ping, el is vesztette az értékének 80%-át. Majd megint jött egy ilyen fölle-fölle árfolyam, és akkor eltekerünk addig, ahol én vettem 2008, azt mondja, hogy június az valahol itt van. Ezen a 6 dollár, 6-10, 6-20, 6-30 környékén, valahol itt vettem, igen. Na most nézd meg, hogy mit látsz a grafikonom. Ugye az azt megelőző, mondjuk úgy, hogy 4 évben, 2004 júniusában 50 centről fölment több mint 6 dollárra, tehát 12-szerezett az árfolyam, de hogyha 5 évet nézel, akkor 20-szorozott az árfolyam. Rögtön felmerül a kérdés, hogy ki az Isten venne meg olyan részvényt, ami az elmúlt 4-5 évben ekkora emelkedésen van túl, hiszen nyilvánvalóan lufiért kiállt az egész. Hát igen, ezek ilyenkor nagy kihívások. Én akkoriban semmilyen pépere és egyéb alapján vásárolgattam részvényeket, hanem úgy voltam vele, hogy megpróbálom eltalálni, vagy olyan részvényeket kerestem, ami a következő 10-20 évben, nyilván óriási időtáv, ezeket nem lehet tudni, de hogy jó pár évig meghatározó cég vagy termék lesz a piacon. És akkoriban, ugye akkor jött ki az iPhone,
akkoriban ez nagyon így tűnt. Hát az, hogy szerencsés voltam-e a vásárlásra vagy sem, azt ugye nyilván mindig utólag derül ki, de azért, ha a közvetlen környezetét nézed időben, hát rögtön volt előtte pár hónappal, amikor egy jó 30%-kal olcsóbban tudtam volna megvenni, illetve előtte másfél-két évvel vettem volna, akkor is féláron tudtam volna megvenni. Nyilván ez a volna, ha, meg egyebek, ez senkit nem érdekel, az a lényeg, hogy lehet-e belőle a boltba vásárolni, de azért érdemes így visszanézegetni, hogy igaz, hogy nagyon régen, tehát 15 évvel ezelőtt vettem Apple részvényt, de az akkori számoknak megfelelően valószínűleg akkor is nagyon drága volt. És hát ugye bele is nyúltam, ahogy megvettem, meg is jött a válság, a 2008-as válság, és le is ment a 6 dollárról 3 dollárra, tehát rögtön elfeleztem. És akkor általában ilyenkor van a kezdő befektetők, én is kezdő voltam, meg most is az vagyok, ha lehet így mondani, elkezdesz gondolkodni, hogy akkor ez nem nyerv, akkor ezt el kéne adni. Vegyünk valami mást, biztos akkor is jöttek jobbnál jobb pletykák, lehetőségek. Hát mondjuk akkor még nem volt annyira YouTube, hogy minden nap vagy héten meghallgathassál 10 másik embertől, hogy mit kéne venni, meg ugye nem volt akkoriban még kriptó, meg egyéb, de mindig vannak olyan dolgok, amiben érdemes lenne befektetni, de mondjuk úgy, hogy ezt kicsit kibekkeltük, ezt az időszakot, és el is indult a részvény árfolyama, és mondjuk elérted, két év alatt, 3 év alatt nagyjából a 12 dollárt, ami mondjuk akkor ennek a 6 dollárnak a duplája. És akkor is eljön egy olyan időszak, vagy lehet egy olyan kérdés, egy önmarcangolás föltenni magadnak, hogy jó, egyrészt túl vagyok egy nagy szivacson, hát ott kellett volna megvenni, de ezen már nem tudunk változtatni, de elértük a 12 dollárt, hát dupláztunk 2-3 év alatt, az marha jó sztori, adjuk el. Ugye elég gyakran felmerül, hogy mikor érdemes eladni egy részvényt. Hát ez a millió dolláros kérdés, nyilván a csúcson kéne eladni, de honnan tudnád, hol van a csúcs. Mondjuk benne ősz még egy kicsit, és el is indul még följebb, felszaladunk, úristen, 24 dollárig. Mondjuk, hogy itt tartunk időben 2012 március, és azt mondod, hogy hát itt vettem 6 dolláron, hát elmentem 24-ig, tehát köszönöm szépen, mekkora már ez az emelkedő, itt nem tudom, pár hónap alatt gyakorlatilag duplázott az árfolyam, adjuk el, ez egy lufi, le fog ereszteni. De mondjuk, hogy továbbra is bízol a jövőbe, és nem húzod meg a ravaszt, és rögtön jön utána rá, itt 25 dollárról egy év alatt lemegy, hát 13-14-re mindegy. Mondjuk, hogy kis túlzásra nagyjából lefeleződik. Ha megint jön az önmarcangolás, hogy milyen hülye voltam, miért nem adtam el itt, ott kellett volna, de ha már itt tart, hát nem fogom megvenni még tovább egy lefelé, el kéne adni. Szóval egy hosszú távú befektetőnek, már ha nem olyan nyugodt, mint én, mert én egyébként elég ritkán adok el részvényt, de ha nézegeted a részvény árfolyamokat, meg olvasgatod az ezzel kapcsolatos híreket, akkor elég gyakran föl fog menned az merülni, hogy mit kellett volna. Ott kellett volna venni, itt kellett volna eladni, itt megint eladni kellene, venni kellene. Tehát ez nagyon sokszor lehet benned egy ilyen adásvétel, ilyen, át kéne gondolni az egészet. Na, telik múlik az idő, én egyébként itt valahol újra kezdtem vásárolni, hát, mert van másik számomon is Apple részvényem, azt tudom, hogy mindjárt megmutatom, hogy hol vettem, amiben biztos vagyok. Szóval itt is van benne egy olyan, hogy 32 dollárról 22 dollárra, tehát egy jó 30%-os bukó. Na most akkor itt pukkant ki a lufi, vagy sem. És akkor tovább megyünk fölfelé, ez 2018, és itt tudom, mert itt karácsonykor vettem, meg új évkor, de hogy akkor vettem. Úgyhogy itt is volt benne egy ilyen, nézd meg, 57 dollárról lement 37 dollárra, az mennyi? Nagyjából egy 40%-os bukó. És én itt vettem egyébként karácsony napján, ilyen december 22, meg január valahányadikán, én itt még vásároltam bele részvényt, mert akkor ezt úgy gondoltam, hogy ez egy túl nagy esés, nem tudom már mi volt akkor a hír, őszintén szóval, ezek már ilyen őskövületek. Szóval szépen elindult fölfelé, akkor volt megint egy ilyen embert próbáló Covidunk, ami ugye kb. Mindent, nagyon sokan mindent eladtak, 80 dollárról 50 dollárra, úristen, világvége van, nem fogjuk túlélni, stb. Nagyon sokan ugye eladtak, hát lehet, hogy inkább itt venni kellett volna, így utólag visszagondolva. Ugye itt ilyen 80 dollár, 60 dollárnál járunk, és akkor eltekerek ide, ahol most tartunk, 185 dollárnál valahol itt. Ugye itt is fölle. Szóval, hogy így néz ki egy ilyen nagyon hosszú távú árfolyam, gyakorlatilag embertől függően, de nagyon sokszor fölteszed magadnak azt a kérdést, hogy eladjam, eleget kerestem bele, vagy vegyek még belőle, mert ez csak egy átmeneti esés. Na, akkor nézzük meg, hogy mit sikerült összehoznom.
ebben a szerény 15 évben, tehát 185 dollárom van ma, és valami isteni sugallat hatására sikerült itt megvennem a csúcson, úgyhogy azért szerencsésnek nem mondhatom magam, de 6-ról 185 dollárra, ugye ez 14, mondjuk 15 év alatt, azt mondja, hogy van egy ilyen kis kalkulátor, hogy 15 év alatt a 30-szorosára sikerült összehozni. Ez azt jelenti, hogy éves átlagban 25%-os hozamom volt. Hát azért ezt aláírnám, kb. Bármeddig, bármikor, még ennél jelentősen rosszabbat is. Magyarul annak ellenére, hogy tökre nem jó helyen sikerült megvásárolnom, is sikerült egy óriási, simán bőven S&P 500-at verő hozamot összehozni. És természetesen lehetne ez a mi lett volna, ha ugye itt vásárolom meg 3 dolláron, és ugye úgy megy 185-re, az egy évvel kevesebb is, tehát ha leveszem 14 évre, és azt mondom, hogy az ugye nagyjából a 60-szoros, akkor meg 34%-os hozamot lehetett. Szóval a mi lett volna, ha, az nem számít. És akkor még annyit hozzátennék, hogy ez ugye dolláros, és akkor, hogyha megnézzük az USD grafikont, azt mondja, hogy ennél nagyobb, az évben 2008, mikor volt ez, június, április, május környéke, vagy valami ilyesmi, 100, ja, de ugye euróba vettem, bocsánat. Egyébként akkoriban még csak valamire az eurós, tehát európai tőzsdén tudtam megvenni, úgyhogy azt nézzük, ami a valóság, ez ilyen 246, hát mondjuk mindegy, 246 forint volt az euró, ami most meg ilyen 370, tehát az mondjuk egy jó 50-55%-os mindegy, több, hogyha forintban számolunk, tehát akkor a 30 helyett az ilyen 45 szörös, ugye forintban, tehát kis túlzással forintban számolva az elmúlt 15 évben, ebben az egy részvény befektetésemben 30%-os átlagos éves hozamot tudtam elérni. Ez rohadt sok, tehát ne ebből indulj ki, ezt nem lehet. Az, hogy valaki így megfogjon egy részvényt, és ilyen hosszú ideig, és tartsa, és ekkora hozama legyen, ez nagyon különleges dolog. Tehát ebben ne erre törekedj, mármint, hogy erre törekedj, de ez nem fog menni, tehát, hogy nem kell ilyen kényszerképzeteket, vagy ilyen százalékokkal számolni. Ugye az átlagos tőzsdei hozam, mármint az S&P 500, tehát az amerikai tőzsdét nézve, 10%, hogyha elég sok időre visszamész, ugye ebben, hát éppen meg is tudjuk nézni, 2008 júniusa, ugye amikor én vettem, hogyha akkor S&P 500-at vettem volna, az akkor 1300 ponton volt, most meg ugye 4400-on van, tehát az körülbelül a 3,5-szerese, azt mondja, hogy akkor a 15 év a 3,5-szeresével, tehát 9%-os átlagos hozamom lett volna, hát mondom, nagyjából ennyi a tőzsdének a hozama, úgyhogy egyébként egész kevés. Ja, igen, mert benne van, hát nem tudom, kevésnek tűnt most így hirtelenjében, de persze azért, mert benne van ez az esés itt, ugye, ami egy egész szép nagy esés volt annak idején, azt mondja, hogy így jobban látszik, tehát az akkori 1500 pontról lement 750 pontra, tehát nagyjából ugye a 2008-as válságban felét elbukta az S&P-nek az értéke. Most nyilván lehetne azt mondani, hogy jó, hát ha itt vettem volna és oda menne, tehát ez a volna, ha, ezekkel ugye nem számolunk. Nos, mit akartam belőle kihozni? Hát egyrészt az, hogy vannak ilyen nagyon jó csoda sztorik a tőzsdén, másrészt pedig az, hogy ezeket borzasztó nehéz eltalálni. Ha már eszembe is jutott itt egy példa, ugye pár évvel ezelőtt itt gondolkodtál rajta, hogy chipeket kéne venni. Mi volt pár évvel ezelőtt a legnagyobb chipgyártó? Intel. Akkor vegyük meg, milyen jó lesz nekünk. Itt egy 10 éves grafikon, 20-30 dollárról, jól lehet, hogy fölment a duplájára, de a nagyjából ugyanott tart. Hát, mondjuk úgy, hogy nem találtad el. De valaki jött, és azt mondta, hogy ő az AMD-be látja a jövőt, ezen gondolkodott, Intel, AMD, Intel, AMD, egy időben nagyon sok ilyen cikket olvastam, hogy melyiket kellett volna menni. 10 évvel ezelőtt is meg tudtad azt csinálni, de ha lemaradtál a sztoriról, akkor még itt is valamikor meg tudtad azt csinálni, hogy a 10 dolláros árfolyam, amit 5 évvel ezelőtt megvetted, és az ma bőven 100 dollár fölöttél egy AMD, tehát simán tudtál rajta 10 szerezni. Nyilván ezt is, hogyha megvetted 10 évvel ezelőtt, akkor a 2 dolláros árfolyamról 120 dollárra az ugye 60-szoros. És akkor megint jön az, hogy jó, akkor még Intel meg AMD volt, de itt egy Nvidia, amiről egyébként akkor is hallottam, mert nekem is volt még valamikor gyerekkoromban ilyen gyorsítókártya és egyebek,
Ugye itt ilyen 4-5 dolláros árfolyam, a 3-4-5 dolláros árfolyamon ment a részvény. Majd jött ugye az első lufi, már bocsánat, hogy mindig így mondom, de az ilyen nagyobb felfújásokat én egyszerűen csak lufinak hívom. Ugye ez a bányászat volt, a kriptopénzeknek a bányászata, amikor tudtál egy jó 15, hát majdnem 20-szoros kihozni a pénzedből, majd azért ezt is túl kellett élni, hogy a 70 dollárról lement 30-ra, tehát lement a felére. Majd volt benne egy újabb lufi, és aztán most újra egy nagy emelkedés, most ugye a mesterséges intelligenciának a chipjeit gyártja leginkább az Nvidia, óriási emelkedés van benne. Tehát ha megnézed, akkor itt egy ilyen 7-8 év alatt gyakorlatilag 4 dollárról 400 dolláron tartasz. 100-szorost el lehet érni. De ezek utólagosan kiválasztott történetek. Amikor itt voltál, akkor fogalmat se volt rá, hogy mi az Nvidia, és hogy abból és hogy lesz egyáltalán kriptobányászat, meg lesz egyáltalán mesterséges intelligencia, és lehet, hogy most ebben az időszakban ezt megnézzük, ha még itt hozzátennék még 5 évet, akkor itt lesz 1500 dolláron, de lehet, hogy visszamegy 100-ra, mert aztán az AMD, meg az Intel, vagy az akárki is kihozza az új processzorát. És ezért mondom, hogy nehéz. Ezért javaslom a befektetőknek, hogy S&P 500, vagy válogathatnak részvényeket, de legalább 10, de inkább 20 részvényre elosztva, mert hogyha nem jót választasz, akkor viszont nagyon csúnya bukókba bele lehet nézni. No, azért remélem, hogy érdekes kitekintés volt. Hát ezek a százszorosak nyilván ilyen kriptójellegű szorzók, de egyébként a Teslával, hát ha nem is hasonló mértékben, de egy pár év alatt én most nagyjából 15-szörösénél járok, tehát azért az is egy nagyon jó kis belenyúlás volt. Úgyhogy remélem, hogy tudtam ezzel némi motivációt nyújtani. Mondom, ettől függetlenül ETF-eket javaslok, vagy legalább 10, inkább 20 részvényből álló portfóliót, azért, hogy elkerült a nagy veszteségeket, igaz, akkor a nagy nyereségekből is lemaradsz, utólag persze azt tudom, kár, hogy nem azt vettem, és többi, és a többi. No, remélem, hogy azért ez motiváló volt. Ha hasznosnak találtad, meg szeretnéd, hogy sokakhoz eljusson, akkor léci, nyomjál rá a követés gombra. Nagyon sokan megnézik a videót, és sokkal kevesebb feliratkozom van, mint ahányan megnézik a videót, úgyhogy légy szép, feliratkozás, like, megosztás, és a többi, és a többi, és jövök majd valami hasonló tartalmakkal. Szervusz!